Ez így van. Az egykor virágzó turizmus jelentősen visszaesett. Ahogy Chuck Holton összeállításából kiderül, a helyi üzletek a jelenlegi nehéz időszakot próbálják átvészelni. A jeruzsálemi óváros utcáin korábban turisták tömegeit lehetett látni. Mára ezek az utcák szinte teljesen kihaltak. Több mint 80%-kal esett vissza az idei látogatók száma 2023 utolsó hónapjaiban. A Dávid-toronynál vagyok, és én vagyok az egyetlen látogató ebben a teljes épületkomplexumban. Mutatom önöknek, nézzék ezeket a felvételeket. Minden teljesen üres. Lehet közben hallani a fölöttem elszálló vadászgépek hangját, ami azt mutatja, hogy a háború hogyan tette tönkre a jeruzsálemi turizmust. Nekem ugyan ez az egyszeri lehetőség, hogy itt láthatom a Dávid-tornyot, de azoknak, akik a turizmusból élnek, ez maga a katasztrófa. Amikor a háború elkezdődött, akkor nagyon nehéz volt, mert szinte teljesen megszűnt a forgalom. Ez a környék úgymond teljesen kihalt. Sok vállalkozónak kellett bezárnia az üzletét, miután már nem tudták fizetni a bérlést és az adókat. Itt évekig virágzó üzletek tucatjai működtek. Ami megmarad, azt ételre költjük. Fizetni kell a bérlést, a különböző adókat, valamint az áram- és vízszámlát is. Muszáj ezeket befizetni, mert ha nem teszed, akkor felhalmozódik, és nagy gondban leszel. Napi több eladásunk volt. Most jó, ha úgy eladunk valamit. Két hetente. A boltok nagy része bezárt. Engem igazából az online webshopom és az elismertségem mentettek meg. De ahol ezek hiányoztak, azoknak sajnos be kellett zárniuk. Az országba való beutazás is nehezebb lett. A gázai konfliktus miatt az országba repülő 250 légitársaságból csak 45 maradt, ezzel elvágva Izraelt a külvilágtól. A megmaradó palesztin, arab, muszlim boltulajok hasonlóan mindenkivel együtt szenvednek. Azonban az frusztráló, hogy ugyan hónapok óta járok ide és beszélek a helyiekkel, de egy palesztin vállalkozót sem találtam, aki hajlandó lett volna elítélni az október 7-i támadásokat. Reménykedtem, hogy mind a két oldal meg fogja érteni, hogy az erőszak még több erőszakhoz vezet, a béke pedig több békéhez. Ezért ideje egymásnak megbocsájtani. A Covid és a háború több éves katasztrófát jelentett az egykor virágzó turizmusnak, ami volt, hogy több mint 200 ezer izraelit foglalkoztatott, és a GDP 3%-át tette ki. És hogy mit hoz a jövő? Sajnos a helyreállítás évekbe is telhet. Chuck Holton, CBN News, Jeruzsálem.